két éve nem tudta legyőzni az Salzburgot, a Hidrofehérvár AV 19 pedig még egy bajnoki döntőt is játszott a két csapat ez idő alatt. Most pedig öt vereségből érkeztek a fehérváriak, de ez kellően feltüzelte őket. A harmadik percben már megvolt a vezetés Kurált találatával, aki az utolsó győztes Salzburg elleni meccsen is betalált. A második harmadban emberelőnyben sikerült növelni az előnyt, Magosi készített elő, és Atkinson volt a befejező ember. A harmadik játékrész az előző meccseken többször is rosszul sikerült, és most sem indult jól, mert kettős ember hátrányban a hősies védekezés ellenére végül csak talált egy gólt az Salzburg, és szépített. De nem tört meg a volán, jött egy újabb emberelőny, amiből Kurált megduplázta góljai számát, egyben visszaállította a két gólos különbséget. Az utóbbi években mumussá váló Salzburg persze nem törődött bele a helyzetbe, és az 53. percben egy támadó harmadbeli buli után megint szépített, ezzel kiélezetté téve a végjátékot. De helyén volt a fehérváriak szíve, és a szurkolók támogatása is érkezett, így állta a rohamokat a volán, sőt a végén Mihály üres kapus góljával 4-2-re megnyerte a meccset. Ennek a nagyszerű sikernek a lendületével vágott bele a másnapi Pusztertál Völfe elleni rangadóba, amely előtt a vendégek négyszer nyertek zsinórban. Ezúttal a remeklő kapusának, Roának is sokat köszönhetett a Fehérvár, aki 38 védést mutatott be, így pedig két gól is elég volt az újabb győzelemhez. A védőből támadóva előlépett Atkinson ezúttal is betalált, ezzel vezetett a második harmadban a volán. Bár veszélyesebbek voltak a vendégek, a harmadik játékrészben megint csak hazai gól született, Kurált bombázott a kapubai korongszerzés és indítás után. 2-0-ra nyert és hibátlan hétvégét zárt a Hidrofehérvár AV 19, ezzel pedig továbbra is tapad a tabella elején álló Klagenfurt-Salzburg duóra.